A megyei másodosztályban 100%-os teljesítménye a bajnoki címe szerző Nagyecsed újoncként vágott neki a megyei első osztályú bajnokságnak. Az őszt Opre Mihály edzővel a második helyen zárta a csapat. A téli szünetben Ádámszky Róbert vette át a szakmai munka irányítását. Az ecsediek tavasszal is jól szerepeltek, és végül 17 győzelemmel, 7 döntetlennel és 4 vereséggel, 49 lőtt, valamint 24 kapott góllal a második helyen zárták a szezont. A játékos edző szerint a csapategységnek köszönhető a sikeres szereplés. A vége már egy edzésnek sem siet haza senki, egy meccs után se, tehát meg tudunk beszélni minden, amit úgy gondolom sok helyen nem, tehát egy vereség után is nálunk úgy működik a dolog, hogy ott marad mindenki, tehát kötelezőleg egy órát ott kell lenni, és akkor meg lehet beszélni az időleges gondokat, kinek mi a problémája, és ezért én úgy gondolom, hogy ez igencsak előrevezető út. A nagyecsedi csapatban az elmúlt 2 évben nem volt jelentős játékos mozgás. A sikeres szezont követően ezúttal sem terveznek komoly átalakítást az ezüstérmesnél. Szűkös a mi lehetőségeink. Elvileg igazolunk egy belső védőt és egy támadót szeretnénk, hogy ebből mi fog kisülni, tehát ezt nem tudom. Nagyon mozgatni a keretet nem tudjuk, azt tudom, 2 embertől elbúcsúztunk, a Vámosi Csabától és a Gyöngytomitól. Őknek is sok sikert kívánunk ezúton is. Tehát próbálunk erősíteni a magunkhoz mérten. A Nagyecsed július 11-én kezdje el a felkészülést. Ádámszky Róbert együttese egy 2 napos fehérgyarmati tornán, valamint 7 edzőmérkőzésen igyekszik formába lendülni a bajnokság kezdetéig.